A régészeket is meglepte a nemrég felfedezett viking pénz. Még nem tudják pontosan, hogy hogyan kerülhetett ilyen messzire. Az érmére Várdom közelében bukkant rá egy fémkereső, amikor is a 16. században kihalt Kesztölc mezőváros maradványait őrző lelőhelyen kutatott. És ezen az érmén egyből látszott, hogy nem egy szokásos darab, tehát egyikünk sem látott ilyet, és Kátott Gábor kollégám volt az, aki hosszas kutató munkával meghatározta, hogy ez egy norvég, 11. századi norvég, norvég, pénz. Hát ő az itt a házon belül a kollégák között, aki numizmatikával leginkább foglalkozik, az ő érdeklődését keltette fel. Hát, hogy hogyan kerülhetett ide? Ugye sikerült meghatározni a kibocsátó királyt és annak az uralkodási idejét. Ez harmadik Harald, vagy keménykezű, norvégül Hardrada, keménykezű Harald, aki hát majdnem ezer évvel ezelőtt, ami első András királyunkkal nagyjából egy időből uralkodott, 1046-tól 1066-ig 20 év volt Norvégia királya. A kutatások során kiderült, hogy nem is annyira véletlen, hogy az egykori Kesztölc területén találták rá az érmére, ugyanis az Árpád korban egy jelentős településnek számított. Mindenki ismeri a Tihanyi alapító levelet 1055-ből, Ebben van az egyik első magyar nyelvű szórvány emlék. Ez a Fehérvárra menő hadi útra, amit így szoktunk emlegetni. De sokszor lehagyják róla, hogy az elején ott van, hogy Kesztölcre és Fehérvárra menő hadi út. Tehát ez egy útnak a két végpontját jelentette. És hát ez, ez az a kesztült helység, amiről itt éppen szó van, aminek hát a, a helyét sokáig nem tudtuk pontosan azonosítani, mert a településre utaló dülőnevek alsónál, alsonyék várdomb határában jól szét vannak szorva. Egyébként egy 15 évvel ezelőtt már feltárás is folyt a Hén Szabó a kollégám az 56-os út szélesztését megelőzően tárt fel itt középkori objektumokat. Tehát van róla a 11. századi okleves adat, és a 14. századba keletkezett képes krónikában is megemlítik, tehát ugye később, de pont erre a korszakra vonatkozóan, hogy 1074-ben Salamon király kesztölt fölött táborozott, így szerepel. Most onnantól kezdve, hogy szerepel a képes kronikában, hogy Salmon király nyilván a kíséretével, lovagokkal, egyházi vezetőkkel itt táborozott, tehát az ő kíséretében is nyilván megfordulhattak olyan emberek, akik jártak Skandináviába, vagy skandináv származásúak is lehettek. De van még legalább két lehetséges indok mégpedig, hogy a pénz egy kereskedő révén érkezett a térségbe. Kesztölcön is áthaladt az a jelentős nemzetközi út, amelynek elődjét a rómaiak alakították ki a Duna mentén. Ezt nem csak királyok, hanem árusok, zarándokok és katonák is használták, akik közül bárki elhagyhatta az ezüst pénzt. És van még egy konkrét euh, norvég vonatkozás egyébként, mert ugye belül, hogy skandináv itt norvég érméről van szó, hogy euh, az érintett király, tehát harmadik harald uralkodása után egy 40-50 évvel az akkori norvég király, akit első szigurnak hívtak, vezetett egy személyesen egy keresztes hadjátot a Szentföldre 1107 és 1110 között, tehát 40-50 évvel harald uralkodása után. És azt tudjuk, nagyon szűkszavon van felírva, hogy Vizi úton mentek odafelé, viszont szárazföldön, Pannonián, tehát a Magyarország területén mentek vissza a szárazföldi úton Skandináviába. Na most, hogyha Magyarországot érintették, akkor szinte biztos, hogy itt a Dunamenti nagy úton mentek, ahol Kesztölc is feküdt. Simán lehet, hogy Kesztölcön is megszálltak, és ott pottyant ki valakinek a zsebéből. Ugye 40 évvel a verése után ez még egy nyugodtan forgalomba lehetett ez az érme. Tehát igazából nem tudjuk megmondani, hogy Konkrétan norvég keresztesek, vagy bármilyen ö, Szentföldre ö, induló keresztes hadjárat, vagy éppen egy zarándok, vagy egy királyi kíséret valamelyik tagja hagyta el. És még azt is fontos megemlíteni, hogy a, a harmadik harald és az első szigur közti időben a 11. század végén zajlott az úgynevezett első keresztes hadjárat, 1095-től 99 ig amikor szintén ö, jöhettek. Skandináv térségből is, vagy ö, ottani pénzekkel ö, rendelkező emberek járhattak ezen a vidéken.